Vidáman fociznak a gyerekek vasárnap délelőtt a tanakajdi focipályán. A Haladás VS utánpótlás labdarúgói ezt itt szabadon megtehetik. A Haladás sportkomplexumban azonban bő egy hétig még biztosan nem, pedig rendesen viselkedtek. Mi itt szombathelyen ilyen ajándékot kaphatunk. Mert az, hogy ilyen ajándékot kap valaki, ahhoz nyilvánvalóan rendesen kell viselkedni. Ezt Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere mondta szerdán, akkor avatták fel a Haladás sportkomplexumot. Ráadásul aznap kétszer is. Délelőtt csak a politikusok, az utánpótlás sportolók és az újságírók vehettek részt a szallagvágáson. Este aztán jött egy újabb ünnepség, azon már a tribűnre jegyet váltó nézők is ott lehettek. Robbantak a tűzijátékok, nagy volt az ünneplés annak ellenére, hogy a 9 milliárdosra tervezett, majd 15,5 milliárd forintból felépült stadiont már jóval korábban, június 20-án át kellett volna adni. A létesítmény azonban nem készült el időre, így az eredeti időponthoz képest bő 4 hónappal később vehették csak birtokba a nézők, a lelátókat. A sportolóknak azonban úgy néz ki, még többet kell várniuk. Ezt az üzenetet tegnap este tették ki a Haladás labdarúgó utánpótlás honlapjára. A klub rövid tájékoztatást küldött a szakosztálynak. Ebben az áll, hogy bár szerdán átadták a sportkomplexumot, a gyerekek november 20-áig, vagyis még bő egy hétig nem tudják birtokba venni. Mint írták, a kivitelező garanciális javításokat végez az épületben. A Haladásban 300 gyerek focizik, már az elmúlt 2 hétben sem tudtak hol edzeni, most egy újabb hét vár rájuk tréning nélkül. Kerestük a Haladás VS-ét, ahol a sajtóreferenst ugyan elértük, de nyilatkozni nem akart. Annyit azonban elmondott, hogy nem csak az utánpótláskorú labdarúgók, egyik szakosztás sportolói sem tudnak beköltözni a sportkomplexumba. Délelőtt körbejártuk az épületet, senkit sem láttunk dolgozni, nem úgy, mint szerdán, amikor az átadás előtti utolsó percekben is folyt a munka. Szerettük volna megtudni, hogy a nemrégen átadott stadionon milyen javításokat kell végrehajtani, azonban hiába kerestük a kommunikációval megbízott céget, senki nem reagált. Farkas Balázs, RTL Híradó, Szombathely.